sáp, úgyhogy mégis milyen filmről, vagy milyen szerepről van szó. Szóval egy ilyen fiatal, strandi strandon melegben játszódó a film. Milyen idős a személyisége? De 25-ig, 24-25, oké. Jó. És a többi kosztümdarabok már megvannak, cipő, nadrág, esetleg kalapot visel hozzá. Hát persze, persze van. Na nem tudom, miben érzi magát, jó, meddig a színe vagy. Van-e valamilyen külön kérése, hogy legyen, milyen színű legyen a színész úr? Tegeződhetünk, bocsi, mert hát az elején is már tegeszelek. Sziát köszönök mindenkinek, úgyhogy köszönöm. Persze, tegeződjünk. Na, akkor ilyen strandot értelmezünk. Strand, jó idő, Hawaii, stb. Tengerpart, egy picit csajozás. Szóval meleg, rövid ujjú, vékony szellős. A színt rám bízod, kedvesem. Nem tudom, ez mit szólsz, hogy beválik ilyesmi. Én ezt mind kivasalom, ott van a vasalom, mind kivasalom, úgyhogy ez itt. Nézd ezt a 3D. 3D festményt rajta. Tetszik? Hogy mondod? Hát nekem nagyon tetszik ezek a festmények rajta, ezek a virágok. Hát ott még a strandra való. Nos, ez így ilyen rövid. Farmer féleséggel vagy. Na, nézd, milyen szép. Nagyon jó anyag. Szép ez a virág. Minden méretben van, úgyhogy ezek kiállított modellek, általában XL-es és nagyokat, nagy számokat. Milyen 45-ig is. Na, felpróbálod. Mutatok még persze. És akkor mosolok egyértelmű. Van egy ilyen, de ez már, ez is már rövid újra. Rövid. Ilyen, ez a gumianyag az a. Hát itt már inkább pont, hogy a film van, itt a movies. Jó. Ahogy gondolod. Na, figyelj, én mutatok neked, ezek nincsenek kivasalva, ezt mind én vasalom ki. Itt és most felpróbálod is. Meglássuk. Na, figyelj. Kezdődik a színe, figyelj, gyönyörű. Hozok egy válpát, egy pillanat. És én ezt erre felakasztom. Hosszú ujjút nem akarok kínálni, mert hogy ha ott forgattok a hőségben, az nem illik, az nem passzol. Na, kedvesem.
gyönyörű kék gallér, ból kék színből, és akkor fokozatosan váltsa a színt át teljesen, és lent folytassa. Gyönyörű. Hát ez fantázia. Fogd meg az anyagját. Látod? Vasalhat. Én csak most hirtelen, hogy az ég kellemesebb legyen felvenned, de tudom, láttam már pár filmedet, hogy ne láttam volna. Igen, sajnálom vagy. Nagyon tetszenek a filmét, úgyhogy persze. Nem voltál még nála. Miért? Igen. Hogy ne. Nekem mindenki egyforma. Mármint, hogy mit? Ja, nem. Figyelj, ide bármikor eljöhetsz, odaadod a telefonszámomat, ha úgy gondolod, akkor bármikor. Eljössz. Mondhatom a telefonszámot, felhívsz, megbeszéljük is. Egyet. De most nagyon sok ingem van, nagyon sok, úgyhogy nyugodtan lehet válogatni. Így gyorsan megnyomkodom, hogy azért kellemesen legyen felvennek. Én aztán ezt elkészítem. És elküldöm. Kivel játszod most a szín darabot, vagy ki társad? Na, Giuliával. Szerelmi kapcsolat lesz. Jó, ez inkább ilyen akciófilm. Nem romantikus. Mikor játszol romantikus filmet? Nekem azt tetszik filmet. Ilyen romantikus filmek, ilyen nyugtatók, pihentetőt. Na gyere, gyere be, próbálom, figyelj. Gyere. Csak vesd le a pólót.
Igen. Nagyon jó anyagja van. Hol mondott hátról? Ez vékony. És akkor, hogy mi a mintázata? Ezt én megvasalom. Megvasaljam először? És akkor megmutatom. Hát én hozzá vagyok szokva, hogy a színész. Válogatósabbak, és ez egyértelmű. Azért is jó, ha időpontot foglalsználok. Egyedül vagyok itt persze, nekem nem fontos, hogy most győzem persze, hogy győzem. A színészek azok. Mindegy nap van, rengeteg van, rengeteg jönnek. Jó, köszönöm. Köszönöm. Majd megyek akkor színészkedni. Most a művész urat szolgálom ki, keresünk egy megfelelő inget a filmhez, és aztán majd utánad megyek. Te nyugodtan elmehet, persze gyere kérlek, bemutatom neked a művész urat, a kolléganőm, Zsuzsika. Na, hát már én is kaptam itt egy ajánlatot a filmre. Az előbb a művész úrtól. Oké. Kedves művész úr. Parancsoljon. Ez egy különleges virág. Nagyon jó, sejmes.
próbálgathatunk, elnézést, művész úr. Úgyhogy jó. Ahogy mondtuk, hát mondjuk ilyet is felvesznek a strandra egy címét, de ha nem muszáj, nem kell. Magasza. Kérdeztem meg, hogy megkínálhatom-e valamivel kávé, esetleg egy kis üdítő, sütemény. Hát most én nem süttem, mert most nagyon sokat dolgoztam. Ma is bent kell lennem, úgyhogy a héten minden nap bent voltam, de szeretek sütni. Szeretek, igen. Hát mondjuk a múlt héten mákos cseresznyés hajtvánt süttem, hogy mondjuk rétest, igen, mákos cseresznyés. Nem, a cseresznyét azt kompótból tettem bele, úgyhogy de jó volt. Ha tudtam volna, akkor hozok a művészet. Ne. Nyakkendőket. De igen, a nyakkendőket azt a Laciék szokták küldözni a stúdióba egyenesen be nadrágokkal, cipőkkel együtt. Mivel az inghez gyűrődő képes, ezért használjuk ezt tőlünk kapják egyenesen be a stúdióba. Ezt igen, én szoktam elvinni. A Zsuzsika is, aki éppen itt van, akinek ideje van. Hát most, ha kiválaszt egy gyümölcsöt, akkor ez mikorra forgatnak élesen, mikorra menne jó. Holnap? Uh-huh. Ott lesz. Hát gondolom a forgatás egy órától kezdődik. Úgyhogy én már fél egy karot leszek. És akkor megnézem, ahogy az első szakasz leforgassák. Szeretem a filmeket, imádom, de hát nekünk itt annyi dolgunk van, hogy nem jutok oda el. Bármikor mehetnék, mert van nekem tagsági kártya, minden, hát bejáratos vagyok, de sajnos nem tudok. Majd már találunk rá a megoldást. Köszönöm. Na és a felesége, hogy van. Jó. Ő most nem forgat. A színházban van.
ő jobban ott szokott tartózkodni. Művész úr. Mi az illata is nagyon finom. Nagyon finom illata van. Kedves művész úr. Itt madárkákról is szó van. Felpróbálja. Oké. Na jöjjön. Nem, maradhat ebben a jó. Nagyon csinos. Hú, ennek nagyon mindig a rózsaszín. Hát ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ezekkel a madárkákkal. Gyönyörű. Tetszik ennek is. Ez nagyon szép. Persze, hogy van nyári. Rengeteg ingünk van. Rengeteg. Úgyhogy ahogy mondtam, reggeltől reggelig válogathatunk, művész úr. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a bókjait. Levesszük. Na, jöjjön. Egy pillanat. Ez nagyon-nagyon. Olaszból, általában olaszból rendelők. Ez is. De olyan jó illata van. Nem tudom, hogy se más. Mindegy. Ahogy majd dönt a művész úr. Madárkákat szeretem, persze. Ön nem. Rövid. A saját. Ez is gyönyörű anyag. Csak meg kell vasalni, persze. Gyere.
levélbe forgatva. Olaszba is. Persze. Csinos. Nagyon csinos. Igen. Tetszik nekem, hogy ez így ilyen. Ez a vörös a feketével nagyon szép. Vörös szín. Bűvés szúr. Ön zavarba hoz engemet. Igen. Na. Válaszunk még. Szolgáltam ki a kedves feleségét, és itt volt. Itt volt az. Ja, nem csak vizsgéngek vannak, női búzok is. Jó, nem, nem tudom már. A kedves felesége akkor férfi alakított férfi. Úgy tudom. Férfit. Hát egyszerűen férfiinkre volt szüksége, azt választotta ki. Gyönyörű, pedig művét szólt. Na. Ja, és akkor mi volt a vala illetővel? Hát említve volt, hogy történt valami a stúdióban. Micsoda volt? Leesett szegény. Nem történt semmi. Kaszkadőrből. Én úgy hallottam, hogy egy kaszkadőr esett le a kulisszák mögé, vagy hogy is volt már. És hogy eltörte a lábát. Akkor ez nem csak csam volt. Zsuzsi is beszélte már, hogy kellene, hogy ismerjen, mert hát több filmbe játszott. De nem jön lesz, de nem tudom. Akkor kaszkadőr az mellé, hogy így bevállalja. És hogy lesz most? Fog tudni még? Szegény. Hát sokára persze ez eltart. Eltart. Törés volt, és kedves művész úr, fehér zölddel. Gyönyörű. Ez kimondhatatlan.
lassan nem is marad már, csak egy feketén van. Hasonló, mint a vörös feketével. Ez van fehér pálmafák fekete alapon, de van még, van még, van rengeteg. Gyönyörű arany, sárga villan meg fekete alapon és a piros levelek közül. Ez volt az a vékonyka, ami szellős. Aztán voltak a papagájkák, kicsit színesebbek. Ne feledjük el a három színű. Fekete alapon vörös pálmafánk, meg van ugyanaz az anyag, de hosszú újjú, hűvösebb időszak. Ez is fekete alapon és fehér pálmafánk. Vasalja. Hosszú jó, igen. Oké. Okay. Ez nem. Rendben van, hogy visszakor. Minden a legnagyobb. Rendben van. Azért vagyok. Van még egy is, ezt megvacsolom. Ez nem csak egy egyszerű, sima. De nézze. Lássa. Thank you.
Na, mit szó. Lássa, megkezdődik, sötét, és akkor világosodik. Kobokkal. Két első zsebbel. Mint olaszink. És akkor fehér. Barát. Mit tudok mondani? Barát. Felpróbáljuk. Hát szerintem megtaláltuk. Így az enyémhez is hasonló jó mondja. Művész úr, igazadat. Tetszik. Oké, rendben. Rendben. Szóval... Készítem önnek holnap fél egyre, mármikor, amire visszajön az ebédjéről, az ink el lesz készítve, ott lesz a statisztáknál. Igen. Nagyon örültem én is ennek, művész úr. És akkor látassuk a filmet, mikor lesz a van tervezve a finálé. És mikor visz engem el rá a moziba. Na, köszönöm én is. Holnap